Nagy szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer a településképi bejelentési eljárásról szóló lakossági fórumunkon. Nagy örömmel állapítom meg, hogy ilyen sokan nem voltunk ilyen típusú fórumokon, pedig volt egy pár az elmúlt néhány évben. Nyilván nagy érdeklődésre tart számot a téma. Ugye azt írtuk, hogy kerítés, melléképületek, nyilászárok, napelem, napkollektor, klímaberendezés, kültéri egység, reklámok, bejelentés, elmulasztások, a megoldási lehetőségek. Én a fórum elején röviden elmondanék egy pár dolgot, adatot, történetet, az egész településképi ügynek a történetét, ami az elmúlt 4-5 évben volt, és utána valakinek kérdése lenne, akkor természetesen igyekszünk azokra most válaszolni, ha nem tudunk írásban. Először a településképről, hogy mi is az a településkép. Na, erről nagyon sokat tudnék beszélni, illetve Tamással együtt nagyon sokat tudnánk beszélni építészként is, és nyilván nem csak építészeti vonatkozásai vannak ennek a kérdésnek. De azt mindenképpen itt most azért el szeretném mondani, hogy a település képét azt mindenképpen egy közösségi értéknek tekintjük. Tehát egy olyan értéknek, ami mindannyiunké, a jelenlevőké, a jelen nem lévőké, visegrádiaké, és mivel hogy Visegrádon vagyunk, és Visegrád a magyar nemzet történetében, múltjában és jelenében és a jövőjében is kiemelt szereppel bír, kiemelt fontosságú hely, ezért ez nem csak a miénk. Tehát ez egy nemzeti kincs, ha úgy tetszik, bizonyos vonatkozásaiban. Ráadásul ez egy hagyományos településkép, amit az elmúlt néhány évszázad közvetlenül formált, de a jóval régebbi, jóval nagyobbi mélységben, időmélységben lévő régiség is formált, akár mai napig ható módon. Na, ezeket a bonyolult mondatokat csak azért mondtam, hogy valamelyest próbáljam alátámasztani, hogy tehát ez egy érték, egy közös értékünk, amire vigyáznunk kell. Mindenkinek az értéke. Ezre az értékre, többek között erre az értékre épül az az idegenforgalmi vonzerő is, amelyik Visegrádon, amelyikből mondjuk röviden így egymás között mondhatjuk, hogy Visegrádon élünk. Amivel kapcsolatosan Visegrád élete más, mint akár a szomszédos településeké, vagy más hasonló 1820-30-40 fős települések élete Magyarországon. Nyilvánvalóan ebből következik, hogy anyagi lehetőségeink is ebből következően különböznek a hasonló méretű más településektől. 2013-ban kezdődött el, jó estét kívánok, parancsoljanak. 2013-ban kezdődött el egy olyan folyamat, amelyik a településképpel kapcsolatos rendeletek sorában újdonságként jelentkezett. Azt megelőzően külön olyan helyi rendelet, helyi szabályozás, parancsoljanak, foglaljanak helyet, azért még sokan vagyunk, de azért van még hely. Tehát 2013-ban jelent meg egy olyan új rendelet, ami korábban nem volt, hiszen korábban a szabályozási, a rendezési terv, ezen belül a szabályozási terv, és emellett különösképpen a helyi építési szabályzat volt az, amelyik a településképpel kapcsolatos vonatkozásokat rögzítette, tehát hogy nem csak azt, hogy milyen magas, milyen széles, hány négyzetméter, hány százalék, hanem azt is, hogy anyagszhasználatra vonatkozóan milyen elképzelései voltak a településnek akkor, amikor ezt a jogszabályt megalkotta, ez ugye 2004-ben. Ez hatályos egyébként a mai napig különböző módosításokkal. Tehát 2013-ban, július 1-től hatályos az a bejelentési rendelet, amelyik a mostani pillanatban is egy nagyon fontos dátum. Az azt megelőző időszakban olyan nem engedélyköteles beavatkozások, amelyek megvalósulhattak, azokkal kapcsolatban semmifajta eljárási rend vagy szabályozás nem volt, csak a helyi építési szabályzat. Annak is tulajdonképpen egy 7. paragrafusa szólt
értelmezhető módon ezekről a kérdésekről, ahol is, segítsetek, hogyha pontatlanul idézem, de hogy a helyi építési hagyományoknak megfelelő építési módokat, építkezés anyaghasználatot irányzott elő, jelzett. Nagyon kevés olyan vonatkozás volt, ugye 2004-ben, amikor ezt a helyi jogszabályt meghozta az önkormányzat, akkor például a napelem kérdés az nem volt még napirenden, nem nagyon voltak még polgári használatban széleskörűen elterjedő napelemek, tehát ott a gépészeti egységek, kültéri egységeit, klímaberendezéseik doboza meg talán a napkollektor, de már nem is vagyok biztos, még az sem, tehát csak a kültéri egységek voltak nevesítve, hogy egyébként azt nem lehet kitenni mondjuk egy utcai homlokzatra látható. A következő fontos időpont az 2015. július 1. amikor megjelent a kötelezési rendelet, szintén egy helyi rendelet, amelyik azt az eljárásrendet rögzítette, amelyben a bejelentés köteles tevékenységekkel kapcsolatos mulasztásokat, esetleges mulasztásokat kezeli. Tehát, hogy azt, annak mi az eljárásrendje, hogyha egy ilyen történik. A következő nagyon fontos mérföldkő, az pedig a 2018. január 1-i településkép védelmi rendelet, amelyik pedig már az új jogszabályi környezetben annak megfelelően rendezi ezeket a kérdéseket, és nevesíti is általánosságban és konkrétumaiban is, hogy milyen típusú építészeti, illetve gépészeti elemek jelenhetnek meg a településképben. Emellett nagyon fontos, hogy, és tulajdonképpen alapja az egésznek, és ahhoz, hogy ezt meg lehessen érteni ezt a néhány évet, fontos látni, hogy 2016-tól, puskáznom kell, július 23-án jelent meg a település kép védelméről szóló törvény, ezt egyébként már 2015 végére vártuk, hogy megérkezik, ez nem egy rajtunk álló dolog volt, ezt a parlament fogadta el. Végül is nem 2015 végén, és nem is pont azzal a tartalommal, amivel várható volt, hanem 2016 júliusában. És valójában ez rendezte a mai napig is hatályos módon a hatás és jogköröket ennek tekintetében. Rövid lényeg a dolognak az, hogy innentől kezdve kellett kiemelni a helyi építési szabályzatból, tehát a rendezési tervből, amiben 2004 óta benne volt a településképpel kapcsolatos összes szabályozást, abban semmi ilyen természetű nem maradhatott, és ez kötelezte a települési önkormányzatokat arra, hogy hozza meg minden egyes települési önkormányzat a település képi rendeletét, illetve ehhez kapcsolódóan kellett megalkotni azt a bizonyos TAK-ként elhíresült települési arculati kézikönyvet, amit szintén a tavalyi évben megalkottunk. Ez utóbbi egyébként nem rendelet, nem jogszabály, ez pusztán egy ajánlás, hogy mondjuk egyes településen, jeles Visegrádon milyen képet javasolunk figyelembe venni annak, aki építkezik, felújít. De ugye idén januártól hatályos a településképi rendelet, ugye az viszont egy rendelet, amelyik jogszabály, tehát betartandó, és a betartása az szélsőséges esetben ki is kényszeríthető. Az elmúlt körülbelül egy hónapban, vagy másfél hónapban 15 olyan értesítést kaptak visegrádiak, akikről azt gondoltuk a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy szervusz, parancsolj, gyere, foglalj helyet, akiről az a sejtés volt, vagy az a sejtés alakult ki, hogy esetlegesen az elmúlt időszakban ilyen településképi bejelentési eljárás köteles tevékenységet folytattak, esetlegesen anélkül, hogy ezt bejelentették volna. Azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez önmagában nem kötelez semmire, ez egy jelzés, és valójában azt vizsgálta, azt szerettük volna, és ez néhány esetben meg is történt, hogy a érintett ingatlan tulajdonos vegye föl a kapcsolatot az önkormányzat munkatársaival, és tisztázzuk a helyzetet.
A 15 kiküldött értesítés közül 5-en tették ezt a, vagy vették föl ezt a kommunikációs szálat. 2 közülük tudták azt igazolni, arról tájékoztattak, és nyilván hitért érdemlő módon, hogy a bizonyos 2013. júliusi időpont előtt valósult meg az a építési művelet, amivel kapcsolatban a felhívást tettük. Tehát nyilvánvaló, hogy azt megelőzően visszamenő, ilyen értelemben visszamenő hatálya nincsen a 2013. júliusi bejelentési rendeletnek sem. Nyilvánvalóan más tekintetben sincs ilyen értelmű visszamenő hatálya. A magának a kötelezési rendeletnek, hogy hogyan kell eljárni egy esetleges bejelentés elmulasztása esetén, már van hatálya azokra az építési műveletekre is, amik 2015 előtt indultak. Ez ugye nem egy visszamenő hatály, magának az eljárásnak a szabályozásáról szól, tehát az, amennyi a bejelentési eljárásra vonatkozó rendelet hatályosulása után történt, akkor arra ez már alkalmazható és alkalmazandó is. Tehát ez a 15 értesítésből ugye 5 esetben kaptunk visszajelzést, 2 esetben nem is, nincs is folytatása a történetnek, 3 esetben pedig egy olyan bejelentési eljárás érkezett, ahol emlékem szerint mindhárom esetben magát így első körben a bejelentés nem lehetett támogatni az érvényes jogszabályok alapján, de még ennek sincs semmifajta olyan jogkövetkezménye, ami azért ugye a Zuhany híradóból visszajutott, hogy mi olyan levelet küldtünk ki, hogy 8 napon belül ez van, meg az van. Nem. Ilyen levél sem tájékoztatásként, sem elrendelő levélként nem ment ki. Azt fontosnak tartom még az elején elmondani, hogy az elmúlt 13-tól 18-ig terjedő időszakban összességében több mint 90 településképi bejelentési eljárás, sőt, most több mint 100 településképi bejelentési eljárás indult, tehát amikor mondjuk, hogy mondjam, tehát a építkezni vágyó ingatlan tulajdonos bejött, egyeztetett főépítésszel, vagy nem egyeztetett, de ehhez szükséges dokumentumokat benyújtotta. Ezekből 13 volt az, amelyik megszakadt, valamilyen hiánypótlást nem nyújtott be az illető vagy a félek, tehát hogy nem zárult le az eljárás, 17 volt elutasító és 75 volt támogató. Tehát ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy egyébként ezt a eljárás, ez egyébként egy teljesíthető eljárás volt. Hasonlóképpen településképi véleményezési eljárások között is hasonló arányokat találunk, abból nem volt ennyi, abból olyan 60-61 volt az elmúlt 5 évben. 4 volt, ami megszakadt, 4 volt, ami elutasításra került, és 53 volt támogató. Tehát itt alapvetően azért úgy gondolom, hogy sem a rendeletekben megfogalmazott elvárások nem voltak olyan magasak, sem maga az eljárás nem volt olyan természet, amit ne lehetett volna, ha valaki valóban ezt szerette volna megtenni, végrehajtani. És volt olyan is, volt olyan eljárás, és nyilvánvalóan én most itt nem fogok konkrét eseteket beazonosítható módon idézni, de volt olyan eljárás is, amelyik például napelem kihelyezéssel kapcsolatosan első körben elutasításra került, majd egy konzultáció egyeztetés után egy második körben már elfogadható alternatívát nyújtott be az ingatlan tulajdonosa, és lehetett találni olyan megoldást, hogy valójában tudomásom szerint föl is került az a bizonyos napelem arra bizonyos tetőre, csak nem pont úgy, ahogy első körben szerette volna, vagy gondolta a tervezője, hanem egy másik módon, de meg lehetett ezt valósítani. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki ilyen típusú módon ehhez a kérdéshez rugalmasan állt, mert, utalok vissza az elejére, értéknek tekintette az én olvasatomban ő is azt a települési képet, amit egy 20 perccel ezelőtt elkezdtem beszélni. Még egy fontos félreértést szeretnék
még így az elején eloszlatni. Ugye nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy mi, vagy akár én magam személyesen ilyen napelem ellenes lennék. Én azt gondolom erről a kérdésről, és ezt egyébként elmondtuk ebben a teremben is, meg máshol is, csak akkor nem voltunk ilyen sokan, hogy egyáltalán nem vagyok napelem ellenes, meg napkollektor ellenes sem, meg alternatív energiahasznosítás ellenes sem. Viszont ezek olyan értékek, amelyek egyéni értékek, és leginkább egyéni ingatlan tulajdonosoknál jelenik meg ezeknek a haszna. A napelemes beruházásoknál nagyon jól olvasható módon, ugye ezt nagyon erőteljesen ugye támogatják is különböző pályázati források, de nyilván mindenféle más esetben is kimutatható ez. És ezt a kérdést ebből a nézőpontból tekintve nem nagyon lehet másként értékelni, mint egy egyéni érdek és a közösség érdekének a nem egyezését. Úgyhogy én azt gondolom erről a kérdésről, hogy itt a közösségnek van, aki persze egyénekből áll a közösség, de van a közösségnek olyan dolga ezzel a kérdéssel kapcsolatban, aminek, hát hogyha korábban, akkor, amikor ezek a rendeleteknek az alakulása, kialakulása volt, akkor ezt nem volt lehetőségünk megbeszélni, akkor most tegyük ezt meg. Én nekem olyan élményem van ezzel kapcsolatban, amikor például kifejezetten a napelemekről beszéltünk, hogy aki akkor itt volt, nem voltunk ennyien, de aki akkor itt volt, akkor nem volt olyan nagyon hangos ennek az elképzelésnek, amit mi vázoltunk az ellenkező iránya, sőt, kifejezett hangos volt a támogató irány, nem mi szerveztük az illetőt, vagy illetőket. Én a megindult eljárásokkal kapcsolatban, értesítésekkel kapcsolatban, én mindenkit kérek innen a TV képernyőn keresztül is. Jó tudom, hogy élőben vagyunk? Nem vagyunk élőben? Majdnem. Tehát hamarosan remélhetőleg ez közzé kerül, és aki ma nem tudott eljönni, és érdeklődik a kérdés iránt, meg tudja nézni. Tehát én azt kérem, hogy aki ilyen értesítést kapott, az legyen kedves, és vegye fel a kapcsolatot a munkatársainkkal, elsősorban a Hegyi Adriennel, Balassáni Hegyi Adriennel, aki ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. És azt kérem mindenkitől, aki esetleg a következőkben, mert elég nagy számú, ugye az elmúlt néhány évben, mivel hogy nem lehetett a jogszabályi változások miatt, nem volt tiszta jogszabályi helyzet, és nem lehetett rendezni időközben a normális lezárás reményében nem lehetett megkezdeni ezeket az eljárásokat, működjön együtt velünk, illetve munkatársainkkal, hogy ezt meg tudjuk tenni. 2018. januárja után egy sokkal tisztább helyzet alakult ki, tehát tulajdonképpen az, aki most kezd esetleg ilyen típusú fejlesztésbe, az hát őnek is javaslom, hogy előtte tájékozódjék, de sokkal egyértelműbbek a hatáskörök, a jogkörök, meg a következmények. Tehát ezek viszonylag ilyen eljárásjogi szempontból egyszerűbben kezelhetőek. A 13 júliusi, illetve a 2017. december 31-ig közötti időszakot kell rendeznünk, mert akkor is voltak jogszabályok, ezeknek a lehetőségét keressük. Nyilvánvalóan a jogszabályoknak a szelleméből, betűjéből az nem alku kérdése, mert azok jogszabályok, de ezen belül a lehető legjobb, legnormálisabb megoldás föllelésére törekszünk. Én röviden, ha nem is volt olyan nagyon rövid, ennyit szerettem volna elmondani, és én azt kérdezem, hogy van-e valakinek ehhez képest kérdése, hozzászólása. Elsőként kérdezem esetleg Tamást, hogy mint ennek az ügynek valamilyen szintű gazdája, kívánsz-e most valamit mondani hozzá? Nem? Akkor én kérdezem a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki kérdezni bármit, hozzátenni.
Varga János vagyok, Bőutca 22-ből. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt kerítések és egyéb ilyen dolgokat közben változtatva a mai napig, hogy azzal mi történjen. Nem értem a kérdést pontosan. Tehát akik megépítettek ilyesmiket, és közben módosítanak rajta mai napig, hogy azzal mi legyen, azokkal, hogy lehet-e ezt revidiálni, illetve felszólítani, hogy ezt az eredeti állapotnak megfelelően. Megpróbálok válaszolni a kérdésre, bár nem vagyok egészen biztos benne, hogy értem, vagy hogy jól értem. Tehát az előbb is, amit jeleztem, tehát hogy ez a kapcsolatfölvétel ez alapvetően arra irányul, hogy próbáljuk meg együtt tisztázni azt, hogy mikor jött létre egy bizonyos állapot, mert ugye itt, ahogy talán érthető volt, az elmúlt 5 évben elég dinamikusan változtak az erre vonatkozó jogszabályok, és nyilvánvalóan a építési tevékenység történésének idején érvényben volt jogszabály alapján kell ezt rendezni. Tehát nyilvánvalóan ilyen értelemben semmiképpen nincsen visszaható hatája a bármilyen jogszabálynak, mondjuk, ami ma érvényes. Az, hogy egyébként valaki mondjuk megépített valamit egy bizonyos időpillanatban, és aztán utána egy később meghozott szabályozás vonatkoztatódna rá, vagy azt annak a betartását követelnénk, lehet, hogy nem erre vonatkozott a kérdés, de ez nyilvánvalóan nincsen. Tehát ilyen típusú, hogy mondjam, szándék sincsen, de nem is egyébként, ha lenne, se lehetne, de nincs is. Nem tudom, hogy választottam a kérdésre, vagy jól értettem a kérdést? Nem egészen, mert az a kerítés, hogy úgy mondjam, majdnem egészen a tetőig szólt, és az előtt pedig lejjebb volt a kerítés. Hogyha ez egy konkrét kérdés, akkor viszont én azt javasolom, mert hogy az véhetően nem föltétlen való, akár az internet vagy a tévé nyilvánossága elé sem, én akkor azt kérem, hogy azzal, ha konkrét kérdés van, akkor azzal akkor fáradjon be, mert így viszont nem tudok válaszolni a kérdésre. Jó, és akkor a munkatársunkat keresse meg, és akkor a konkrét kérdésre, akkor próbálunk konkrétan válaszolni. Meg akkor talán pontosabban meg is értem a kérdést. Van-e valakinek kérdése még? Én azt kérdezném, Hajdú András vagyok, hogy mi az alternatíva, tehát milyen elfogadási lehetőség van, mert ugye már többen megcsináltuk ezt, fönn van a tetőn, és hogy hát nyilván letiltani nem fogják meg leszereltetni, értem én ezt, de a jövőben, aki épít, az nem fogja északi oldalra tenni, mert nyilván délről süt a nap. Tehát ebben az esetben milyen alternatív elfogadás van? Mondjuk az én esetemben is tudom, hogy konkrét az enyém, de hasonló sok van közöttünk az ilyen. Nyilván, hogyha így arccal, névvel említed a saját esetedet, akkor nyilvánvalóan egy picit lazábban kezelhető hivatali diszkréció. Menjek messzebb, ugye? Jó, így? Az való igaz, hogy vannak olyan területei Visegrádnak, amelyiken fekvő ingatlanok esetében egy ilyen például napelem kihelyezés nehezebb. Hozzátenném, hogy egyébként ez a településképi bejelentési eljárás és ezzel kapcsolódó jogszabályok nem csak a napelemekre vonatkoznak. Nyilván az egy nagyon látványos beavatkozás, tehát ebből következően az eredménye is hát erőteljes, de ez semmiképpen nem csak erre vonatkozik. Ez azért nagyon fontos, ez egy kerítésre is vonatkozik, ez vonatkozhat egy előtetőre, egy ablakcserére és effélékre. Azt is hozzátenném ennek kapcsán, hogy egyébként a 2018. januárban elfogadott rendeletet február
20-valahanyadiki ülésünkön módosítottuk, és megengedőbbé vált, tehát a különösen az ilyen napelem kihelyezések, napelem napkollektor kihelyezésekkel kapcsolatban, ugyanis a teljes tilalom helyett egy olyan településkép okán megfogalmazott elvárás vonatkozik, hogy a közvetlen közterületről, illetve annak a háztömböt, azt a háztömböt keretező közterületről ne legyen érzékelhető, látható. Tehát például, hogyha mondjuk a várból látszik, akkor az nem okoz gondot a rendelet szempontjából. De hogy a kérdésre is válaszoljak. A legtöbb esetben azzal találkoztunk, hogy egy ilyen napelem vélhetően, mert ugye a pontos hátteret nem ismerjük, de azzal találkoztunk, mondjuk a te esetedben nem ismerjük, de mondjuk más esetben, ahol volt településkép bejelentési eljárás, ott a legegyszerűbb a áramtermelés szempontjából, meg a napelem fölhelyezés szempontjából legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldást próbálta előirányozni a megvalósítandó terv. Tehát nem számolt azzal, megnézte, hogy merre oldal, kiszámolt egy inverter teljesítményhez kapcsolódóan gondolom egy napelemtábla mennyiséget, és azt mondta, hogy ezt a legegyszerűbben úgy tudom fölhelyezni, hogyha fölmászok a tetőre, fogom az alumínium elemeimet, és fölcsavarozom, és így sorba, meg úgy sorba, hogy ne árnyékoljon a kémény, stb. Az, hogy annak az egyébként hogy fog például kinézni, az nagyon nem okozott fejfájást senkinek. Ilyen típusú vizsgálat nem volt. Illetve vélhetően, és ez csak egy feltételezés, annak tekintetében sem volt mélyreható vizsgálat, hogy milyen mondjuk azt az energia megtakarítás, mert ugye ez egy pénzügyi nyereség ebben az esetben, esetleg lehet-e más módon előállítani hőszigeteléssel, vagy más típusú energia kezeléssel. Tehát, hogy nem voltak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben ezzel hangsúlyosan foglalkozni kell. Ma már azért azt látjuk, és ugye ez a technológia azért öles léptekkel fejlődik, hogy ma már mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt érdemes északi homlokzatra napelemet kihelyezni. Ma már úgy tűnik, én már hallottam ilyeneket, hogy érdemes, lehet, hogy 2-vel többet kell, lehet, hogy más típusút kell, de nem lehetetlen. Itt nyilván ami kulcskérdés, az a megtérülésnek az ideje, hogy az adott beruházás, az adott befektetett pénz mennyi idő alatt térül meg, és az kétségtelen, hogy egy északi oldalra kihelyezéssel mondjuk, és emiatt mondjuk 2-vel több kihelyezéssel, vagy egy olyan településképben, vagy az épülethez komponált módon egy előtető, vagy egy külön tetőként való megjelenés, az lehetséges, hogy a technikai szempontból legegyszerűbb megoldás, az költségesebb, mint az, amelyik mondjuk településképi szempontból is elfogadható lenne. Ez igaz. De én ezzel kapcsolatban arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy azok az ingatlanok, ahol ez egyébként településképi értelemben gondot okozhat, azok az ingatlanok egyébként lényegesen értékesebbek, egyébként ingatlan forgalmi értelemben is lényegesen értékesebbek, mint azok az ingatlanok, amik mondjuk egy, nem akarok senkit megbántani, mondjuk nem Visegrádon lévő, de Budapesttől nagyobb távolságra lévő hasonló településen vannak. Én azt gondolom, hogy ez egy ingatlan piaci tétel. Tehát annak, akinek Visegrádon értékesebb ingatlana van, annak sajnos ezekkel a tulajdonságaival számolni kell, hasonlóképpen mondjuk a ablakot sem cserélhet akármilyenre, mert ott is vannak olyan településképpel kapcsolatos közösségi érdekek, aminek meg kell feleljen az egyes ingatlan tulajdonosa is, tehát nem helyezheti a saját érdekét a közösség érdeke fölé. Tehát én ezt tudom válaszolni, olyan választ a konkrét kérdésre biztos, hogy nem fogok tudni adni, hogy akkor egyébként ide helyezd, és akkor jó lesz. Azt minden egyes esetben lehet és kell megvizsgálni. Meggyőződésem egyébként, hogy a
az elmúlt néhány évben kihelyezett napelemek között is, amelyekkel akár az elmúlt néhány hétben értesítések mentek ki. Azok között is van olyan, amelyik viszonylag kis beavatkozással módosítható és elfogadhatóvá tehető lenne. Tehát én ezért is gondolom azt, hogy nagyon fontos lenne az előzetes, vagy hogyha most már nem, akkor az utólagos egyeztetés ezekkel kapcsolatban is a megoldás együttes keresése. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindezek mellett biztos, hogy van olyan ingatlan, biztos, hogy van olyan ingatlan Visegrádon, ahol meg nem lehet. Nem lehet ilyen, mert nincs olyan megfejtés, nincs olyan megoldás, vagy olyan mondjuk a, nem tudom én, napelem áramtermelő cserép lehet az a megfejtés, amelyik viszont lényegesen drágább annál, mint amit akár egy pályázati forrás nagy intenzitással támogat, vagy ami egyébként mondjuk a belátható időn belül megtérülhet. Ezek is vannak, ez meg sajnos abból a települési értékből következik, amit Visegrádon jelen van. Nem tudom, hogy kielégítő volt-e a válasz. Rába is volt vagyok, Zács Klára 23. A cserép, amit így mondott a polgármester úr, hogy áramtermelő cserép, én nem tudom, hogy mennyiben értékesebb az a megoldás, hogyha kicserélem a 200 éves cserepet, amilyen kézi cserép, amikor lecseréltem a héjazatot, pontosabban a tetőgerendázatot, hangsúlyt helyeztem rá, hogy ugyanazok a cserepek kerüljenek vissza, kicsit rendezettebb formába. Több mint 150 éves cserepek voltak. Nem én mondtam, hanem a mesterek, akik felrakták. Visszaraktam, és valóban hallottam hatósági embertől itt Visegrádon, hogy miért nem akkor, hogyha már felraktam egy napelemet, akkor miért nem áramtermelő cserepet raktam föl. Meg tudom fizetni, nincsen azzal gond. Ehhez se kértem én senkitől se pénzt, se kértem senkitől pénzt, én megkeresem. De a másik viszont az, hogy mennyivel értékesebb, ezt magyarázza el nekem valaki. Rárakom a 150 éves cserép helyett az új áramtermelő cserepet, a tényleg cserép, tök szép, de nem ugyanaz. Tényleg az árosképet akarjuk megvédeni, vagy csak csinálunk valamit, amit központban mondtak, hogy kell csinálni. Erről van szó? Mert ugye ez a technológia körülbelül 15 év múlva elavul. Amikor a polgármester úr azt mondta, hogy meg kell térülni, aki észlel, meg számol egy picit, jól tudja, sose fog megtérülni. Mire megtérül, már elavul. Ezek az emberek nem azért rakják fel. Ezek kicsit eszelősek, mint én, azért, mert valamelyet meg akarjuk védeni a környezetünket. Hiba szerintem egybevonni ezt a dolgot a légkondikkal. A légkondi az a 8. főbűn az ember gyarlósága tekintetében, a napelem nem az. Itt nem fogunk gyakorlatilag megoldást találni erre a kérdésre, mert a jogszabály az jogszabály. Válaszolok itt az úrnak, akinek elfejtettem sajnos a nevét, de igen, hatóságilag leszedethetik. Tehát, hogy ugye most már nyilván nem, de igen, a polgármester úr ezt mondta, csak olvasni kell a sorok között, a szavak között, hatóságilag kikényszeríthető, elhangzott. Kikényszeríthető az ezt jelenti. Arra kell azért figyelnünk, hogy a világ nem ebbe az irányba halad. Én jártam Salzburgban, nem jártam sok helyen a világban, de álltam mostanában. Ott is ott voltak a belvárosban, kihelyezve a napelemek, és elég jó bevételük van. Nem csak a Mozartkugelmből, hanem a turistákból is Salzburg városának. Ha ez a mi problémánk Visegrádon, hogy tizenpár nap kollektorkin van, vagy napelemkin van, akkor én azt mondom az idegenforgalmi szakembereknek Visegrádon, nézzenek körül nagyon jól, mert más probléma is van itt. Nem az napelemek a probléma. Ha csak ennyi problémánk lenne, tényleg szárnyalna a város. De nem csak ez a probléma. Cserepekből indultam ki. Bocsánat. Ez a technológia 15 év múlva elavul. Leszedjük. Valószínűleg leszedjük, mert hulladék lesz. Mi dolgunk lesz eltakarítani, én fogom kifizetni azt is, mint hogy mindent én fizetek ki magam körül. Ezt is én fogom kifizetni. De ott marad alatta a 200 éves cserép, mert addigra már két, nem, rossz vagyok matekból, 165 éves lesz. És visszapörgettem a dolgokat, mert addigra már valószínűleg egy olyan technológia lesz így, hogy bárhova egy matricát orragasztunk a falra, vagy bármi, és már termeljük is az áramot. Ki tudja, 15 év, nagyon sok idő. Amilyen időtávon mi beszéltünk, visszafelé nézve nincs is 15 év. Ez 2003, úristen. Tehát én úgy gondolom, hogy diversifikálni kell ezt a kérdést.
Rendben, homlokzat, igen, tényleg, kell rá figyelni. Kerítés, biztos kell rá figyelni. Eltakarítjuk-e a gazt az utcánkból? Kell rá figyelni. Söprögetünk-e rendesen? Kell rá figyelni. Az udvarunk tényleg olyan, hogy gyakorlatilag segres gyúszarban? Kell rá figyelni. De az, hogyha éppen egy haladó technológiát próbálunk, akármilyen szinten is, de nem megbontva az integritását annak a felületnek, ahova rátesszük. Magyarul most rátesszük, addig, amíg ott van, a polgármester úr gondolatmenete szerint, igen, azt a közös kincset romboljuk. Nekem más az álláspontom, szerintem ez nem rombolja a közös kincset, de ez esztétika és ez szerintem ízlés dolga. Abban a tekintetben viszont tényleg diversifikálni kell a kérdést, hogy mire nézünk. A napelem, az szerintem egy kivételesen fontos és kiemelendő kérdés. Én örülök egyébként, hogy a polgármester úr pont úgy kezdte, hogy nem napelemes, napelem ellenes, és tudom, hogy a főépítész úr is, mert megnéztem a munkásságát, olyan munkákat tudhat maga mögött büszkén, ami ennek a jegyében fogant és tervezett, és minden egy élenjáró szakember ebben. Úgyhogy én inkább gondolkodnék abban, hogy a városképet különböző mintákkal, vagy bárhogyan, de az utcahomlokzatokkal, a kerítés valamifajta régies stílusú egyéniesítésével megoldani. És valóban itt az a probléma, a napelem probléma, de higgy el, hogy mire odáig jutunk a munkákkal, eltelik 15 év. Nézzük csak meg, hogy hány éve is épül a mobilgát? Na jó, oké, egy jó pár éve nem tudok rajta biciklizni, elmenni ott arrafelé. Én azt mondom, hogy ha leszünk olyan türelmesek magunkkal szemben, vagy a napelemekkel szemben, mint amilyen türelmesek vagyunk a mobilgát megépítésekor, akkor szerintem ezt a problémát el is felejthetjük. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Kedves nevét legyek még egyszer. Rába is volt. Zsolt, igen. Nagyon szépen köszönöm a szavait. Úgy gondolom, hogy azért elég sok minden van, amiben mi hasonlóképpen látjuk, akár ennek a kérdésnek, ezt a kérdéskört is. Azt mindenképpen sajnálom, hogy ez most fogalmazódik meg, és nem akkor, amikor ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos, mondom, amire utaltam is, voltak akár a település arcolati kézikönyvnél, hát azt hiszem az első sorban elfértünk volna mindannyian, ahányan ott voltunk, és az összes többi ilyen alkalmon. De, ahogy mondtam, ha később, akkor később. Nagyon örülök ezeknek a gondolatoknak. Nagyon érdekes felvetés volt, őszintén szóval nekem ez még nem jutott eszembe, hogy ez egy eldobható technológia lenne, amit majd 15 év múlva pedig hát tulajdonképpen helyreáll az eredeti kép. Lehet, hogy rosszul idézem. A parabolantennek már nincsenek sehol. Igen, van, ahol még kell. Igen. Régen ellepett minket. Tehát azért mondom, ugyanúgy el fog tűnni majd. Igen. És van egy másik, ami jobb lenne. Egy olyan problémám van ezzel, tehát ez ugye ez sokkal inkább ilyen elvi, nem a bejelentési eljáráshoz kapcsolódó ügy, hanem sokkal inkább a szabályozásnak az oka és mikéntjével kapcsolatos, illetve annak a mozgatórugóival. Nekem volt olyan élményem, amikor valaki azt mondta, hogy ő azért tesz föl napelemet, ami hasonló megközelítés volt, mert hogy ő így tiltakozik mondjuk a Paks 2 beruházás ellen. Na most erre azt tudom mondani, hogy a Paks 2 beruházásnak mint egy falat kenyérre szüksége van minden egyes négyzetméter napelemre, mert olyan a konstrukciója. Tehát jelzem, aki ezért tette föl, az hát csalatkoznia kell. Az a gondolatmenet, amit mondott, ez érdekes, de megint, ha természetvédelemről beszélünk, azért gondoljuk végig, hogy ez milyen technológia, és ennek nem csak a létrehozása, de az eltakarítása is hát terheli a környezetet. Tehát én azt is gondolom, de ez megint nem egy helyi rendelet, és nem a településképi rendeletnek a kérdés, hanem ez egy sokkal szélesebben vett ügy. Azt is gondolom, az ilyettén képen, mondjuk, hogy nevezzük ökológiai lábnyomának ennek a fajta energiatermelésnek, azért ezt is mindenképpen hozzá kell tenni.
Én sajnos még ezzel együtt sem, de nyilván én egy darab vagyok jelenleg a képviselőtestület tagjai közül, szavazati joggal bíróan. Önmagában ezt én továbbra sem tudom másnak tekinteni, mint egy egyfajta üzleti típusú befektetést, és én sajnos azt is látom, hogy ezek a típusú, tehát azok a termékek, és megint általánosságban beszélek, és nyilvánvalóan nem a konkrét termékekről, de én nekem olyan információm vannak, hogy azok a termékek, amik megjelentek a magyar piacon, és pályázati úton is hozzá támogatva hozzá lehet jutni, ezek nem a csúcs technológiát, ennek a egyébként 15 éve még űrtechnológiának látszó technológiának nem a mai csúcsa. És vélhetően ezek, igaz lesz, én csak egyet tudok érteni önnel, hogy ez mire a megtérülési ideje elkezdene, tehát elkezdene konkrét hasznot is termelni, akkor már a hatásfoka valószínűleg erősen konyulni fog, közben valószínűleg egyszer-kétszer ki kell majd cserélni az invertert, de nyilván erre a telepítést végző szakemberek, cégek fölhívták a tulajdonosok figyelmét, hogy egyébként az nagyon sokba fog kerülni. És így összességében viszont azt tudom mondani, hogy a településképpel viszont ma tudunk foglalkozni. Én értem a kritikáját, és az még nem ide, az egy másik alkalommal nagyon szívesen beszélek arról, hogy például a Dunaparton a árvízvédelmi beruházásnak az építkezése az miért tart ilyen hosszú ideig. Nem is örülök neki, tehát ez félreértés ne essék. De azt gondolom, hogy ez egy másik kérdés, illetve, ami szintén nagyon fontos kérdés, hogy ez egyfajta bíztatás is. Tehát nagyon sok olyan visszajelzés érkezett hozzánk, hogy valaki azért gondolta azt, hogy ezt lehet, mert hogy látta a szomszédházon is, és ott is van. Tehát, hogy ennek a folyamatnak így nagyon nehéz a végét meglátni, és még ugye én Salzburgban nagyon-nagyon régen jártam, de nemrégiben jártam, testvérvárosunk, az talán 2 éve volt ez az élmény, amikor testvérvárosunkban jártunk, és Oberwinsburgban, és elvittek minket Ulmba. És ugye Bajorországban gyakorlatilag a kutyaollon is napelem van, déli északi oldalon mindenhol, csűrök tetején, mindenhol. És megérkeztünk Ulmba, ami ugye azért annak is a külterületén minden háztetőn napelem volt, és egyszer csak úgy átmentünk a folyó partján, vagy átmentünk a hídon, és megérkeztünk, és nézem ám, hogy itt nincsen. És kérdeztem a oberwinsburgi alpolgármestert, aki úgy tudom, hogy szintén ilyesfélével foglalkozik civilben, illetve a kalauzunkat, hogy aki szintén, ilyen, és kérdeztem, hogy itt ez hogy van? Tehát, hogy itt mindenhol van, és itt meg nincs. És miért nincs? És akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy hát azért, mert itt nem lehet. És azért nem lehet, mert hogy ez a Ulm belvárosa, és ennek a tetejét védjük, mert hogy itt a település, és elmondta nagyjából azt a, egyébként lehet, hogy unalmas szöveget, amit én is most az előbb. És akkor mondom, hogy de hogy itt nem akarják az emberek, hogy egyébként a Umweltschutz, meg nem tudom micsoda, energiatermelés, meg hogy megéri, meg. És akkor így rám nézett, így nem érted? Nem lehet. És így akkor úgy értettem, hogy mit nem ért. De én úgy gondolom, hogy, tehát én egyébként ezt is hallottam, hogy Salzburgról is néztem, én úgy gondolom, hogy lehet, tehát egyébként lehet, komponáltan. Most az ön házára nem szeretnék itt most részletesen kitérni, majd 4 szem közt nagyon szívesen tenném ezt, tehát engedje meg, hogy itt most akkor direktben erre így nem reagálok, de nagyon szívesen 4 szem közt. De úgy gondolom, hogy amire fontos reagálnom, hogy itt nekünk egy nemzeti park területén, egy történeti környezetben nem így kell megvédeni a világot az elpusztulástól, hogy a tetőkre napelemet teszünk. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Rül Tamás építész vagyok, korábbi főépítész. A témához csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy az, ugye említette Rábai úr, hogy a tető integritását nem bontja meg, hogyha panelesen kerül föl a napelem. Valóban fizikailag nem bontja meg az integritását,
de szellemileg igen, és egy olyan példát mutat, amivel gyakorlatilag másoknak is azt csugalja, hogy ilyen módon ezt meg lehet oldani. Tehát én azt gondolom, hogy a védett belvárosnak szellemi integritását bontja meg ez a beavatkozás. Nem egy tető fizikai szerkezetét. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy válaszoltam-e, vagy sikerült-e ezek keretek között válaszolni a kérdésére. Volt kérdésem. Vagy van-e, ami kimaradt? A többi a megjegyzés volt. Tehát több az észrevétel volt, egy kérdésem volt. A kérdésem az volt igazából, arra nem kaptam választ, de nem volt olyan igazán lényeges kérdés, mert a megvalósítás az úgysem fog bekövetkezni részemről, hogy miért tartják jobbnak a napelem cserepet a napelem a föltelt elemeknél, hiszen hogyha én mondjuk leszedem a 150 éves cserepet, mondjuk 15 évig őrzem valahol, nem tudom, biztos jól érzi magát valahol, letéve, addig nem lép rá senki, majd elavul szépen az ötök, és visszarakom a cserepet. Miért jobb ez, mint az, amikor éppen rárakom a napelemet, ne adj Isten még, én hallottam ilyet, hogy a Bramak 4 évvel ezelőtt technológiát váltott, mert az UV-sugárzás megnövekedése miatt másfajta technológia kell a cserepek előállításához. Most akkor egy kicsit cinikus leszek, és akkor azt mondom, hogy én akkor egy kicsit meg is védtem a tetőmet azáltal, hogy nem engedem azokat a Bramak által is aggodalmasnak tekintett útrai bolyosugarakat a tetőnek csapódni, amik 150 évig álltak, a viharokat tűrték, de hát megváltozott az éghajlat, és ilyen módon tulajdonképpen később lesz belőlük por. Tényleg egyébként gondolatkísérletbe, bár mondjuk ahhoz drága lenne, ahhoz nincs pénzem, ezt a gondolatkísérletet, hogy veszek egy garnitúrát, és leburkolom a híjazatot azzal az energiatermelővel, és akkor megnézzük, hogy mit szól hozzá a hatóság. Mert nem ugyanolyan lesz, mint a kézi cserép, amin a mesternek a 4 ujja is szépen ott van, még ma is kivehetően látható, még lentről is, napelem ellenére. Köszönöm. Amiről Tamás is az előbb beszélt, a tető integritása az nem az anyagban van. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azt én nagyon, személyesen nagyon fájlalnám, hogy mondjuk egy szép 150 éves cserepet valaki leszed, és helyette mondjuk egy újat tesz föl, akár termeli az energiát, akár nem. Emlékem szerint, de javítsatok ki, szerintem még némiképp valami közünk is volt hozzá, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű régi cserép, mert valamilyen bontásból még az önkormányzattól is bizonyos kereskedelmi útvonalon keresztül jutott arra a tetőre, és ennek nagyon örültem, én személy szerint akkor, hogy ez nem a sítbe került, hanem fölkerült a helyére. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon rendben lévő dolog, hogy az oda visszakerült. Ennél, tehát őszintén tudnám siratni, hogyha mondjuk egy tatai hótfarkú cserépre kicserélni holnap, csak azért, mert az pirosabb, vagy újabb, vagy mert fussa, vagy mit, nem tudom, akármiért. Ha termeli az energiát, ha nem termeli az energiát. Jelenleg viszont a tetőnek nem föltétlen az a legfontosabb tulajdonsága, és ez már megint ilyen örökségvédelmi, filozófiai kérdés, amit nem szeretnék nagyon elmélyülni, adott esetben persze igen, csak nem ide tartozik, hogy az anyagot, azt a követ, azt a darab cserepet, azt a darab fát védjük, vagy pedig az egésznek azt a fajta szellemiségét, ami azt létrehozta. Utalhatok itt a japán templomokra, amelyik 1000 éve, 20 évenként újra megépült, tehát a fa az mindig vadonatúj benne, egyébként pont ugyanúgy épül meg 20 éven, vagy 20 vagy 25 évente. Tehát ezt a fajta teljességet, egységet és integritást, az a fajta idegen test fölhelyezés, teljesen mindegy, igaza van a napelemekhez hasonló, csak kisebb a lavórantenna, a kültéri egység, a bármi ilyenfajta gépészeti vagy nem gépészeti elem, amelyik megjelenik, ezt a fajta integritást bontja meg, és ezért nem tesz jót annak az összképnek, aminek az egyes ház csak egy mozaik eleme.
csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azt gondolom, hogy minden egyes ilyen napelemkihelyezés, vagy cserépcsere, vagy ilyen esetben azért szükséges egyedileg megvizsgálni a helyzetet, mert ha mondjuk egy település szélén lévő házon egy egészen új tető készül, és ott mondjuk egy olyan színű cserépbe van beintegrálva a napelem, ami még tulajdonképpen azonos is vele, akkor az egészen más helyzet, mint hogyha a 150 éves cseréppel próbálnánk ugyanezt megtenni. Tehát ezért fontos megvizsgálni, és azt gondolom, hogy ez egy szakmai feladat megvizsgálni, tehát vagy az önök által megbízott tervezőnek kell ezt megtennie, vagy hogyha nincsen segítségükre, akkor tulajdonképpen ezért is van főépítésze Visegrádnak, és lesz folyamatosan, hogy ebben segítséget tudjon nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása még? Mi a hivatal elképzelés a továbbiakban, most akkor mi nem kell adni, mi a lehetőség az nagyjából 99%-os a fő utcai vonalon, mely rengeteg házon nem megvalósítható, se az áthelyezés, se a utcafrontból nem látható megoldás, tehát akkor nagyjából nem mondtad ki, de egybe gondoltál, hogy kell, hogy mindenki szedje le és tegye be a pincébe. Mert más alternatíva nincsen. Ezt én semmiképpen nem mondanám, és ilyet nem is mondtam, meg nem is fogok mondani. Én azt gondolom, én azt erősítem, hogy Tamás mondott az imént, hogy egyenként kell ezeket megnézni. Tehát én azt javaslom, és azt kérem ismét mindenkitől, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban jöjjön be, és nézze meg, alapvetően ugye ez nem az önkormányzatban nem a főépítész feladata, hogy ő mondjuk megtervezze, hogy egyébként hova tedd és hogyan, az nyilván egy neked, mint megbízónak, illetve általad felkért tervezőnek kell, hogy a feladata legyen. És azt is mondtam, hogy valóban van olyan, amikor nincs helyes megfejtés, de azt is gondolom, és komolyan gondolom, hogy a legtöbb esetben van olyan, ahol nem tudom, most én nem akarok ötletelni, de áthelyezéssel, valamilyen módon átépítéssel ez elfogadhatóvá, vagy elfogadhatóbbá tehető, hiszen egyébként most is vannak olyanok, olyan ilyen típusú ügyek, amelyik, és itt nem csak a napelemre gondolok, amelyik egyébként, ha bejelentési eljárás lefolytatásra került volna, akkor egyébként engedélyezhető lenne, tehát nincs vele probléma. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, ahol nehéz lesz ezt a kérdést megtalálni. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy most kivont karddal holnap mindenkivel leszedetjük meg, nem tudom micsoda, nem erre készülünk, szeretnénk megoldást találni. Eddig nem nagyon volt rá esélyünk. A közös, és ezt úgy mondom, hogy ezt, és úgy kell, hogy értelmezem, hogy a közösségnek nem volt esélye erre, mert mondjuk egy ilyen, ugye egy házépítés az elég sokáig tartott. Viszonylag észre lehet venni, hogy valami elkezd épülni, alapásra, stb. Ilyesmi. Egy ilyen napelem kihelyezés, ez gyakorlatilag 24 óra vagy 48 óra alatt megvalósul, és beáll egy állapot, és sajnos azt kell látni, hogy ez alatt nagyon nagy érték, pénzügyi, pénzben kifejezett érték jelenik meg, és bármi történik ezzel, hát nyilván annak komoly pénzügyi hatása lesz, tehát ezért is gondolom azt, és ha igazán értelme van ennek a mai találkozónak, az leginkább az, hogy aki még nem kezdte el, az előtte gondolkodjék, de aki ezt megtette már, vagy aki meg mondjuk felszerelt, vagy megtörtént valami fajta ilyen beruházás, vagy beavatkozás, az most legyen partner, és próbáljuk megkeresni. Azt nem tudom megígérni, hogy akkor mondjuk majd kedves Zoli, a tiéd majd pont úgy ott fog maradni. Ezt ne várj tőlem. Az sem... Jó. Ne légy kisítő. Van-e valakinek kérdése még? Vagy hozzászólása? Parancsoljon.
Az a kérdésem, hogy a főutcai vonalon van leginkább ez a napelemes napkollektorok. Visegrád képe, ezek a település kinézet, meg ezekről beszélünk. Főutcán azért tehát elég sokat építkeztem mostanában, és mindig egy helyre be kellett adnom érvényeket, engedélyeket. Milyen vakolatot rakjak föl, milyen színű legyen, a tetőmön milyen cserép legyen, milyen színű legyen, stb. Hadd kérdezem, már a főutcáról beszélünk, mert valóban 90%-ában ott van nekünk a napkollektoroknak. Különbségvédelmi felügyelőség képzített volt, ahogy néz ki. Patika, hentes volt, és mondhatnám a többi. Polgármester hivatalban van legalább 2 főépítész, ha jól tudom. Tetőfedésre, csak cserépfedést engednek Visegrádnak. Gamesznek a teteje miből van? Lemez. Az a kémény, ami 5-3-szal ki van feszítve, az hogy néz ki? Visegrád középpontjába. Most pont Visegrádon kifelé Esztergom felé szavarja a polgármester hivatalt azt, hogy fölrakunk egy napelemet, egy napkollektort, vagy bármit. Erre büszkék kellene, hogy legyünk. És nekünk az elektronikus takarék. Pont az, hogy mikor jön be, meg hogyan, de havi szinten látom. Tehát a polgármester hivatalban egy főépítész dolgozik, 2 Hát volt, hogy 2 hivatalban lévő főépítész van, vagy volt benne, de annak a másiknak a hivatala az nem a visegrádi. De szerintem nem, gondolom rám gondoltál, ez nagyon megtisztelő, én nem vagyok főépítész, csak polgármester éppen. Az, amit elmondtál, a önkormányzat tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő ingatlanok tekintetében, tehát a patika, a zöldház, vagy a hentesház, abban sajnos igazad van. Évek óta, ez most megint nem témája ennek a fórumnak, de nagyon szívesen egy másik alkalommal beszélek róla, bár ennek Mikesi Tamás a nagy tudója a patikaháznak, hát az talán nem. Aha, hát az nagy baj. Na mindegy, de lényeg az, hogy ott évek óta keressük a megfejtést és a megoldást. A zöldház tulajdonosával is remélhetőleg a jövő héten fogok tudni találkozni. Tehát ezek olyan típusú kérdések, amelyeket sajnos nem lehet egyik napról a másikra rendezni. Volt egyébként, mondjuk néhány évvel ezelőtt volt egy beletartozhatott volna ebbe a sorba az óvoda, annak a homlokzata is, az most egy picit jobban néz ki. Beletartozhatott volna ebbe a sorba a városháza, az is egy picit jobban néz ki. Az egészséghez, az is egy picit jobban néz ki. Az iskolaépület, az is egy kicsit jobban néz ki. Egyszerre nem megy. Ennyit lehetett ezekből a kérdésekből 5-6 év alatt megoldani. Úgy gondolom, hogy ez azért több annál, mint az azt megelőző 20 évben ezügyben történhetett. Igazából valóban a műemléki hivatallal kapcsolatban, vagy hát azzal az épülettel, vagy volt műemléki épülettel kapcsolatban, igazad van, pont. Egyetértünk, pont. Szólítgatjuk őket, főleg legalább a szemetet ne vigyék el, és ne legyen patkánytanya. Sajnos egy állami tulajdonos ezt ma Magyarországon, Visegrádon megteheti. A Gamesz tető, tehát a Gamesznak az utcafronti teteje az cseréből van, a hátsó az valóban ahhoz a hátsó tekintetében teljesen igazad van, azt sem szeretjük, az is olyan. Remélhetőleg az is meg fog tudni változni. Mindig azzal tudunk csak az a baj, hogy azzal tudunk csak foglalkozni, ami éppen van. És tehát, ami éppen az, hogy ezt igen a konkrétan, akkor az elég meg ez van a mondtalom, meg bírságok, meg stb. Aztán ezt nem én raktam föl, és nem az elmúlt 5 éve, hanem ez nem tudom, mikor. Tehát a hivatal adja a példát. Tehát a hivatalnak kiköti a hivatal, hogy lakos mit raktam föl. Közben a saját épületén mi? Amit tiért a szalag. Most az, hogy nem kiraktázok föl, hanem az előző cikk most teljesen mindegy. Sajnos, úgy tudom, van pénze Visegrádnak, tehát perc alatt le lehetne szedni és fölvetni egy normális. Hát ezzel kapcsolatban akkor, na mindegy, ez megint egy másik kérdés, ez megint nem így működik, de nagyon szívesen. Én azt tudom mondani neked, hogy az elmúlt 6 évben, ameddig el lehetett jutni, eljutottunk. Én biztos vagyok benne, tehát azt bőcsember mondta. Hát, én úgy érzékelem, hogy a visegrádi lakosok, azok mindig szorongatva vannak.
Tehát, hogyha én valamit akarok csinálni, akkor én járjam, tapossam ki az utat, ami előír a hivatal. De például most olvastam cikkbe, hogy ugye a Tiborcz úr megvette a szállodáként, és Visegrád önkormányzata egyből belterületi nyilvánította. Én vettem volna dobos egy házat, kérem a hivatalt, hogy legyen belterület, meg ezt szeretném azt csinálni, tudja, hogy... De ezt azért érdekelne, hogy ezt hol olvastad, mert egyrészt ez nem igaz. De ez nem igaz. Attól, hogy újságban megjelenik, az még nem igaz. Én meg most mondom neked, hogy nem igaz. Tessék? A százalékát kubertsítettem. Igen, én is olvastam, de ez megint nem erről szól egyébként ez a mai alkalom, de azért természetesen fölmerült, elmondom. Nem tudom, hogy ki vette meg, tehát nekem arról hivatalos információm, hogy mondjuk Tiborcz István vette meg, vagy nem, azt nem tudom. Azt tudom mondani, hogy a HVG cikkét én is olvastam, ugye van az igazság, meg van olyan, hogy hazugság. És a hazugsághoz közelebb áll a fél igazság. Természetesen, amiket a HVG leírt, abban van igazságtartalom, de nem a teljes igazság. Tehát ez olyan, hogyha nem tudom én, a Józsi bácsi agyonütötte a szomszédját, ugye az egy csúnya dolog, de ha a szomszédja az éppen a feleségért folytogatta, akkor az úgy már egy más képet mutat. A beépítési százaléka valóban megnövekedett egyébként annak a területnek, felszín alatti beépítéssel, oly módon, hogy zöld homlokzatot, illetve zöld tetőt telepítettek rá. Azt elmondám, hogy az a sokat szidott és időnként erőteljes megjegyzésekkel illetett települési és a település által üzemeltetett tervtanács azt a tervet hányszor, Tamás? Háromszor vagy négyszer hívta vissza, utasította el, javasolta a tovább dolgozását, és emiatt nem volt soha probléma, átdolgozták és tovább dolgozták, és annak megfelelően született meg egyébként egy megállapodás. Ha valaki erre kíváncsi, fáradjon be a hivatalba, és megnézheti. Javaslom az ilyen típusú sajtóorgánumoknak a cikkeit, azt megfelelő forráskritikával kezeljék, mert vagy hülyeségeket tartalmaz, mert ilyet is láttunk, kifejezett valótlanságokat, vagy pedig féligasságokat, amik kifejezetten tendenciózus féligasságok, rossz indulatú szándékkal vélhetően. Erre ennyit tudok mondani. Van-e valakinek kérdése még ehhez a körhöz? Nem gondoltam, hogy erről kell beszéljek, de azt gondolom, hogy muszáj. Tehát a patikaház és a zöldház témája került elő, és ugye elhangzik, hogy nem történt semmi. Nem igaz, hogy nem történt semmi, mert egy szabálytalanul működő társasházból lett egy szabályosan működő társasház, és megnyílt a lehetősége annak, például a patikaház esetében, hogy a társasház, aminek egy hatod részében tulajdonos az önkormányzat, valamilyen módon együtt előre tudjon lépni. Miért nem adott ehhez rögtön támogatást az önkormányzat? Mit szóltak volna akkor, hogyha felújítja az önkormányzat a homlokzatot és a tetőt, aminek csak hatod részben tulajdonosa? Mit mondtak volna akkor, hogy öt tulajdonosnak miért ad ingyen pénzt az önkormányzat? Csak ezt gondolom megfontolandónak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése még? Köszönöm szépen. Ránéztem a Google Earth-on a Salzburg térképére. Elnézést kérek, de a Festung, a Salzachnak a déli partja, illetve a Mozart szülőházak környékére egyáltalán nincsen egy darab napra, nem se. A külső kerületekben valóban tele van. Nagyon köszönöm. Jó, de Visegrád egy kicsit nagyra szabták ezt a térképet, mert állam 6 utcával állok hát nyilván ez még egy filozófiai... Ja, bocsánat. Ez mindjárt megint egy filozófiai kérdés, hogy értéket teremtünk-e az építés által, vagy nem, illetve egy értéket, érték növekedő módon őrzünk, avagy nem.
Ez megint egy inkább filozófiai kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy ugye ma olyan épületekről, legyen az akár a patikaház, legyen az akár a zöldház, vagy bármely más 100-150 éves épület, én azt gondolom, hogy azok, akik azokat az épületeket építették ezelőtt 100-150-200 évvel ezelőtt, valószínűleg a jelenlévők egy részének az ősei, az ő élet, mindennapi életkörülményei, azok nem voltak olyanok, mint a mieink. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik olyan értéket tudtak ezelőtt 100-150-200 évvel létrehozni, amit ma védendő értéknek tekintünk, azok szegényebb emberek voltak, átlagban biztosan, életszínvonalat tekintve biztosan, mint amilyenek a mai visegrádiak. Tehát én úgy gondolom, hogyha a nagyapáink, dédapáink, ükapáink értéket tudtak létrehozni az építés, az építési munkájuk során, akkor ez egy mindenképpen megfontolandó cél a mi számunkra is. Én csak kérdezem, hogy jól értelmezem azt, hogy 2018. januárig bejelentés köteles. Ezt jól értem? Micsoda? A napján felhelyezés. Igen, jó. 2013. júliusától kezdve, nem, bocsánat, jól érted, de ma is az. Tehát, hogy ez máig. De hogyha bejelentés köteles, akkor miért kell engedélyezni? Nincs engedély. A bejelentés, mivel segítség szépen. Szóval, bejelentés fogalom, az országos bejelentés fogalom változott meg, egyrészt egyszer 2013 nyarán, és korábban, illetve utána pedig 2018-ban. 2013 előtt a bejelentést azt úgy kellett érteni, hogy valaki bemegy, nyilatkozik, erről felvesznek egy jegyzőkönyvet, és akkor ez bejelentésnek számít. 2013 nyarától, illetve hát amikor ez a jogszabály érvényre jutott, úgy hívjuk, hogy településképi bejelentés, és ezt mintakérelemre és dokumentációval kell megtenni. Tehát ezt jelenti a bejelentés. Apró zavar a rendszerben, hogy a régi bejelentés fogalom az megszűnt, a településképi bejelentés fogalom az ugye érvényre került, és közben az egyszerű bejelentés elnevezés is megjelent a lakóépületekre vonatkozóan, ami megint egészen mást jelent. Tehát sajnos itt az országos jogszabályalkotás is okozott némi zavart, de a településképi bejelentést azt így kell értelmezni. Most a háromból elnézést csak kapcsolódom. A legutolsó van érvénybe, vagy visszamenőleg az előző jogszabály szerint kell bejelenteni? A településképi bejelentés, sikötelező az egység, az gyakorlatilag 13. júliusa óta folyamatos. Igen, tehát most közben megjelent az egyszerű. Az egyszerű bejelentés az egészen más dolog, az csak lakóépület építésre vonatkozik. Az ilyen kisebb elemekre, mint a napelem, vagy egy kerítés, vagy egyebek, arra a településképi bejelentés vonatkozik. Az a fontos, hogy tehát a jelzős szerkezet a fontos, tehát van az egyszerű bejelentés, ami új lakóépületekre vonatkozik. Ugye az volt az, ami először 300 négyzetméterig, majd ha egy lakóegység, akkor 300 méter fölött is egyszerű bejelentéssel lehet kezelni a dolgot. Ez az építési engedélyezési eljárást váltotta ki. A másik pedig a településképi bejelentési eljárás, és az valójában egy helyi engedélyezés, ha úgy tetszik, de az nem egy ilyen tetszik-nem tetszik alapon történik, hanem az érvényben lévő rendelet alapján, az alapján kell megvizsgálja a főépítészet, a polgármester a címzettjeinek, a jogkörnek, hogy az a bejelentési eljárás, a településképi bejelentési eljárás az ahhoz kapcsolódó jogszabályoknak megfelel, vagy nem felel meg. Tavaly éppen adtam fel alapot, tényleg nem akartam szabálytalan lenni. Megnéztem a Visegrádi Városnak a honlapján. Beírtam a keresőbe, hogy napkollektor, hogy nekem még lapoznom az összes rendeletet. Én nem találtam benne semmit. Fölírtam Szentendrén az építésügyet, hogy van-e valami tiltó rendelet Visegrádi. Azt mondták, hogy 2017. augusztusában még nem volt semmi tiltó rendelet. Szerintem nem lett volna rossz, hogyha akkor
bejössz és megkérdezed akár a Tamást, akár... Igen, csak én dolgozom akkor, amikor általában ügyfélfogadásom, úgyhogy inkább Szentendrén érdeklődtem, és azt mondták, hogy Visegrádon nincs tiltó rendeletem. Sajnálatos, hogy akkor nem mondták azt, és nem tették azt is hozzá, hogy egyébként pedig településképi bejelentési eljárást meg kell, le kell folytatni. Ezt sajnos azt gondolom, hogy a helyes válasz az ez lett volna a Szentendre részéről, de nyilván ezt már reparálni meglehetősen nehéz. Azt a 2017-ben arra én most nem vállalkoznék, hogy itt helyből, fejből idézzem azt, vagy előkotorjam azt, hogy milyen szabály vonatkozott, és azt hol lehetett volna megtalálni. Az a nehézség, hogy ezeket, ha nem személyesen, akkor e-mailben is meg lehet kérdezni, vagy én úgy gondolom, hogy azért meg lehet találni a módját valami módon, hogy ez a kérdés föltehető legyen. Tehát sajnos éjszaka nincs nyitva a hivatal, de majd elgondolkozunk rajta. Bocsánat, nem akartam elhülyéskedni a kérdést, de hogy igazából azt gondolom, hogy ha valaki kérdezett, az kapott választ azért mindig. Nem ide tartozik, majd inkább lemegyek. Jó. Köszönöm. Jelen pillanatban, hogyha szeretnék akarom, hogy Igen, hogy ezt kapcsolódom, igazából nekem is egy olyan észrevétem van, hogy talán, hogyha most a weblapot tekintjük egy központi információ forrásnak, ahol minden ugyebár rendelt kinyerhető, hogy ezt talán kicsit jobban lehetne struktúrálni. Például most egy ilyen egyszerű piktogramot, hogy mondjuk lehetne egy menüpont kérdőjel, hogy építkezünk Visegrádon, kattintson, és akkor... Ez azért viccesen hangzik, de azt is mondanám, hogy vicces, hogy ugyanaz információ, de mondjuk nekem tetszik ez az arcotti kézikönyv, amit összeálltatott. Igazából most egy ilyen 150 oldalas PDF-et kell főleg görgetnem, és hogy nehéz bőle kinyerni nekem például az információt. Pedig én még keresni tudok a PDF-be, szerintem csak úgy lehet most tudni. No, hát ezt a javaslatot azt köszönöm, azt megfontoljuk. Ugye az építés ügyel kapcsolatos rendeletek azok viszonylag egy kupacban vannak, de valóban nem egy kattintással a főlapon. A kérdésedre válaszolva, először is én azt javaslom, hogy nyilván lesz egy olyan valaki szakember, aki ebben közreműködik. Vagy építész, vagy technikus, vagy valamilyen mérnök. Úgy gondolom, hogy neki lenne elsősorban a feladata, mert egy laikus építető az miért kellene jogszabályokat bújjon, az, hogy megismerje azt, hogy egyébként ott helyben, településen milyen szabályok vonatkoznak arra a tevékenységre. Hol vannak ezek rögzítve? Jelesül ma a településképi rendeletben, ebben a bizonyos TKR rendeletben, ami idén, tehát ma ezt kell elolvasni. Nem egy könnyű olvasmány, de a vonatkozó szakasz az nem olyan nagyon hosszú. Illetve a település arcolati kézikönyvet, amelyik meg hát valóban szintén egy viszonylag összetettebb, hosszabb olvasmány. Fönt van az is a honlapon. Egyszerű válaszra számítottam meg volna őszintén. Azt mondtam, hogy lépés? Hozd el, mit szeretnétek. Gyere be a hivatalba, ne szépen adod a dokumentációt, és akkor elbeszélgetünk. Ezt is meg lehet tenni természetesen, hiszen ha ugye most már Tamás nem, az új főépítész, illetve a főépítészi referensű rendelkezésre áll. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ne nulláról kelljen kezdeni. Érdemes ezekben először egy picit betekinteni, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem, és akkor onnan az egyértelmű, úgy gondolom. De egyébként mindenkit várunk nagy szeretettel. Ha nem változik a kérdés, akkor van ebben jelentős kötelezettség. Teszem azt, leakarom szigetelni a tetőteret, leszedem a régi cseret, leszigetelem, visszajön, ugyanaz a cserét, ugyanaz minden, a kép nem változik, kell-e bármiféle procedurára kell évenőznem. Köszönöm szépen. Olá Imre vagyok, én is a hivatalba dolgozom, és én ilyen jogi referens vagyok. Csak azért ragadtam magamhoz a szót, mert a konkrét kérdésre, tehát
ugye van ez a településképvédelmi rendelet. Na most ez, van ennek egy egyes melléklete, próbáltuk minél érthetőbben körülhatárolni azt a területet, ahol ezt a településképi bejelentést kötelesen meg kell, tehát hogy kötelező megtenni. Az ezen kívüli, tehát a piros vonalon kívüli részen ezt nem kötelező ezt a településképi bejelentést megtenni, de a rendeleti előírásoknak itt is tehát meg kell felelni, tehát célszerű bejönni és egyeztetni a kollégával. Azt tudom mondani erre. Illetőleg annyit hagyd mondjak már még, hogy ugye amikor ezt a rendeletet megalkottuk, akkor nagyon komoly, tehát hogy mondjam, a kormányzat részéről egy komoly iránymutatás volt nekünk, hogy milyen szempontok szerint kell ezt a rendeletet megalkotni, és ebben igencsak fontos hangsúlyt kellett fektetni a településképvédelemre, és amikor ezt a rendeletet megalkottuk, akkor megmondom őszintén, hogy én eléggé áttanulmányoztam a más településeken is, és azt vettem észre, hogy azokon a településeken, ahol tehát olyan települések, akik történelmi múltú városok, illetőleg főképp a turizmusból élnek, azok igenis odafigyelnek erre. Tehát már csak így mondom így alapvetően. Illetőleg még egy dolgot hadd mondjak, hogy tehát azt kell tudni, hogy ugye elindítottuk ezt a 15 ügyben ezt a kötelezési eljárást, ahogy polgármester úr is mondta, ez még önmagában nem jelent sem, tehát nem jelent egy kötelezést, ez csak az eljárásnak a kezdete. De azt célszerű lenne, vagyis mindenkinek tehát tudni, hogy aki korábban, tehát 17. december 31-e előtt végzett ilyen építési tevékenységet, és ez a kötelezési eljárás elindult, akkor hogyha ő nem teszi meg ezt a bejelentést, akkor ezt nekünk úgy kell tekinteni, hogy tehát mi nekünk ami a hatóság rendelkezésére áll információ, akkor az alapján kell lefolytatni az eljárást. Ez azt jelenti, hogy az új rendeletnek megfelelően kell azokban az esetekben is. Tehát ez annyiból fontos tudni, hogy ugye az új rendelet szerint már konkrétan szépen le van minden szabályozva. Tehát célszerű lenne, én azt mondom, hogy tehát aki korábban aki korábban építette ezt az építési tevékenységet december 31-e előtt végezte, akkor annak én azt mondom, én javaslom, hogy tegye meg ezt a bejelentést. Jó? Köszönöm szépen. Megtudjuk a bejelentést, és akkor ezután nekünk azt írták, hogy elutasítják, mert ugye visszamenőleg jelentettük be, tehát nyilván elutasították. Most akkor ezek után mi lesz nálunk a... Látok már, hogy az eljárást nem indították, mert az van benne, hogy az eljárást megindíthatja a hivatal, de nem tette meg. Tehát csak most csak egy fellebezési időszak van, hogy van rá 15 napunk, hogy ezt a fellebező tulajdonképpen az, hogy mi ezt annól bejelentettük, de nyilván tehát nem jelentettük be, így fellebezni sem fogunk tudni. Én is szeretnénk, csak hogy utána mi fog következni, megindítják az eljárást. Annyit mondjuk, hogy az elutasítás az nem a visszamenőlegesség miatt született, hanem azért, mert az a kérelem az nem volt támogatható, sem a jelen, sem a korábbi jogszabályok vagy jogszabálynak megfelelően sem. Tehát ezért, és nem a visszamenőt, ha egyébként egy olyan megoldás van a bejelentési dokumentációban rögzítve, hogy egyébként az elfogadható, akkor az utólagosan is jóvá hagyható. Tehát nem ez az oka. Én úgy gondolom, hogy ez esetben mindenképpen érdemes lenne, csak azt tudom mondani, és nyilván egy határig tudom mondani, mert csak mondani tudom, hogy mindenképpen érdemes lenne azzal az igénnyel a kérdést kezelni, hogy lehessen. Tehát, hogy, mert ugye Zoli most azt mondta, hogy már pedig az úgy marad. Ez is egyfajta hozzáállás, de én úgy gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy van-e lehetőség másra, és akkor arról kellene neki egyeztetni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú párbeszéd az mindenképpen.
De igazából csak egy elmulasztás is, de nem kötelezettséget mulasztottunk, az egy egyszerű büntetéssel jár, megbüntettek, aztán egy. Van ilyen lehetősége is a dolognak. Egyébként még a, most mi azt mondjuk, de mondjuk azt mondjuk, hogy az Zoli szeretné, hogy akkor nem tesszük, nem, semmi nem történik. Akkor ezután mi következhet? Ez egyszerűen megbüntetett. Hogy ez a 50 ezer forintos, ami benne van a jogszabályban, az kell fizetni, vagy azon felül még van. Tehát úgy van, hogy egy, tehát hogyha a főépítész úr és polgármester úr, aki ugye itt a hatáskör gyakorlója, úgy dönt, hogy ezt az eljárást, tehát a bejelentési eljárás alapján tovább folytatja, akkor ez akkor egy kötelezési eljárás, tehát folytatódik ez a kötelezési eljárás. De az még nem vonatkozott, nem? Azt nem hogy ez 2013-tól van már? Tehát az önök esetében ugye 17. december 31-e előtt indult, igen. Na most erre volt egy önálló rendelet, ez a kötelezési eljárásról szóló rendelet, ami ugye leszabályozza, hogy abban az esetben, hogyha ezt a bejelentést elmulasztották, akkor milyen, tehát hogyan kell ezt a kötelezési eljárást lefolytatni. És ebben az van, hogy 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal, hát most így mondom, hogy sújtható. De azt tudni kell, hogy ugye a közigazgatási eljárásokban van egy általános közigazgatási törvény. Ez a jelenleg az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény. És ebben, tehát van egy végrehajtási szakasz, ami azt mondja, jó, tehát ami azt mondja, hogy a ezekben az eljárásokban, ahol egy ilyen, tehát valamilyen cselekmény, tehát az eljárás tárgya, akkor a végrehajtási, tehát van egy ilyen végrehajtásról szóló törvény, és ez szerint az tehát jelen esetben az önkormányzat az adóhatóságot is, tehát megkérheti, hogy ezt a végrehajtási eljárást folytassa le. És ebben az van, ami korábban is volt, tehát ebben a közigazgatási rendtartásról szóló törvényben, hogy ahogy itt az úr is utalt rá, hogy akár ki is kényszeríthető az, amit a kötelezési eljárásban előírta tehát a határozat. Tehát hogyha mondjuk a kötelezési eljárásban mondjuk arról szól, hogy építse át, helyezze át a napelemet, vagy most nem csak napelemre kell gondolni, hanem bármire, tehát akár egy kerítésre, vagy egy nyílászáróra, akkor ezt ki lehet akár kényszeríteni. Na és ide nem szeretnénk eljutni, tehát ezért lenne jó, hogyha akár önök is, ti is, akár mindenki, aki egy ilyen értesítést kap, az befáradna és egyeztetne. A Tamás szeretett volna még válaszolni. Igen, itt a... Zoli, szerintem ezt nem most kell megbeszélni, gyertek be, és beszéljük. Tehát, bocsánat, egy pillanat, tehát a tetőtérbeépítésre visszatérnék egy picit, mert nem adtunk, vagy szigetelésre, nem adtunk választ. Általánosságban tudom elmondani, hogyha a házon nem történik olyan változás, ami a régit megbontja, akkor gyakorlatilag állagmegóvásnak tekinthető, és nem szükséges a településképi bejelentés. Minden olyan esetben, amikor megváltozik valamelyik szerkezet, mondjuk ha úgy kerül rá a szigetelés, hogy magasítással, és ezért más bádogos szerkezetet kell építeni, vagy tetőfelületet kell átépíteni, abban az esetben szükséges a településképi bejelentés. De... Én mindenkit arra biztatok egy ilyen esetben, hogy konkrét szándékot, konkrét akár műszaki tartalommal jelenítsen meg és hozza be, mert az utána őt is, utána téged is véd, hogy utána ne kezdjen el senki később okoskodni, hogy de te ezt csináltad, azt csináltad, és ez legyen meg az én. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos lenne ez a fajta párbeszéd és egyeztetés. Van-e valakinek kérdése még, amit most itt meg kellene beszélnünk? Vagy hozzászólása? Hogy
hogyha nincs, akkor én nagyon szépen köszönöm, és úgy gondolom, hogy azért egy tartalmas megbeszélés volt. Nagyon remélem, hogy azért ezt még a jelenlévőknél is távolabb körben fogják tudni sokan megnézni. Köszönöm a megjelenést önöknek, a nézőknek a figyelmet, akkor a lakossági fórumot ezennel berekeztem.